A Jászlánykun-Szolnok vármegyei főügyészség életveszélyt okozó testi sértés miatt emelt vádat egy szajoli nő ellen, aki a vádak szerint mellkason szúrta az élettársát egy heves veszekedés közben. A vádirat szerint a nő és élettársának kapcsolata már a bűncselekményt megelőző időszakban megromlott, többször tetlegességig fajuló veszekedéseik voltak. 2023. augusztus 20-án Tiszaföldváron mindketten alkoholt fogyasztottak és veszekedtek. Ennek során a nő kézzel próbálta megütni az ágyon fekvő férfit, aki védekezésképpen a lábával felé rugott. Ekkor a nő magához vette egy 9,5 cm penge hosszúságú kést, és felszólította a férfit arra, hogy hagyja abba a szitkozódást. A férfi azonban ennek nem tette eleget, mire a nő egy alkalommal a késsel mellkason szúrta a férfit. A férfi életveszélyes sérülést szenvedett. A nő azonnal értesítette a mentőket, és a mentők kiérkezéséig a segélyhívó utasításai szerint igyekezett a sértettet ellátni. Az ügyészség a cselekményét megbánó és a következményeket azonnal elhárítani igyekvő nővel szemben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést, valamint a próbaidő alatti pártfogó felügyeletet javasolt.